Sziasztok, Gábor vagyok. A mai videóban ismét egy közkedvelt péksüteményt hoztam el nektek, a túrós táskát, amit háromfajta hajtási móddal fogok megmutatni nektek. Vágjunk is bele tészta dagasztásba. A dagasztáshoz szükségünk lesz BL55-ös finomlisztre. A finomliszthez hozzáadom kevés sót, a cukrot, tojásoknak a sárgáit, a tésztát egy picit tejfőre lazítom, a tejfőből egyenlő kanállal fogok hozzátenni. Hozzáadok egy ampulla vanília aromát. Ez a tésztadagasztás szempontjából elhanyagolható. Én minden esetre most kipróbálom, mert szerintem nagyon jó ízvilágot adnak az aromák a tésztáknak, és javaslom, hogy legalább egyszer próbáljátok ti is ki aromával, hogyha van rá lehetőségetek. És elkészítettem én már előre a szokásos egyvelegemet. Ebben az egyvelegben benne van az élesztő, amit a tejbe feloldottam, illetve felfuttattam. Hozzáadtam egy csipet cukrot is, mert a cukor serkenti az élesztőnek a működését. Ez az élesztő miután elfutott, elkevertem, hogy a kiöntésnél ne tapadjon a edényemnek a falához, és így fogom hozzáadni a dagasztáshoz. Illetve a dagasztáshoz szükség lesz még margarinra, de a margarint csak akkor fogom hozzáadni, hogyha a többi összetevőből már megkaptam egy összefüggő tésztállagot, azért, hogy ne omlósítsa el a margarinom a tésztámat. Tehát összerakom a gépemet, és indulhat is a dagasztás. Annyit még elmondanék, én készítettem ide egy kis extra tejet. Ezt a dagasztás közben a tésztállagát figyelgetve, hogyha kell, még adok hozzá. De a végleges receptben nektek a teljesen beleadott tejmennyiséget fogom kiírni. Rendben. Most, hogy a folyadék körbevette teljesen a lisztenséket, hozzáadom a margarint, és így fogom készre dagasztani. A dagasztás közben rendkívül jó illat van, amit a vanília aromának köszönhetünk. Rendben, a tésztám elkészült, nagyon szép állaga lett, kellemesen elválta az edénynek a falától, kézdagasztás esetén is a kezetektől már nagyjából elvált a tészta, ahogy megfogom, érzem, hogy nem is ragadós. Kellemes, közepesen vágt tésztát kaptam, ez egy nagyon jól nyújtható tészta lesz, minden esetre a tésztaérés időt meg kell neki adjuk, ami olyan 30-40 perc lesz, tehát 30-40 percig itt a konyhapulton, ebben a pedeles tálba fogom kiöntetni a tésztát, és utána folytatjuk a tészta nyújtásával és a táskák elkészítésével. A tésztám kereken 30 percet pihent, ez a 30 perc éppen elegendő volt hozzá, hogy az enzimes folyamatok kellően beinduljanak ahhoz, hogy kényelmesen és jó minőségben tovább tudjunk dolgozni a tésztával. Ezt a tésztát most egy vékonyan lisztezett felületre kirakom. És már négyzet alakba fogom majd nyújtani, azért négyzet alakba kicsit megformálom. És így fogom hagyni, még egy 5-10 percet pihenni. És az 5-10 perc pihenés után fogom készre nyújtani. Addig is letakarom ezzel a tállal, hogy ne száradjon a felületen, nem bőrösödjön le a tészta. Tehát mindjárt találkozunk is meg.
Tehát tészát hagytam még röviden megpihenni, és most készre is fogom nyújtani. Ezt elmozdítom a tésztát, és még egyszer vékonyan aláliszkezek, hogy ne tapadjon le a nyújtás során. Túl sok lisztet nem kell használni, mert nem nagyon jellemző a tésztára, hogy ragadós. Megpróbálom sarkosan egy négyzet alakra nyújtani. A nyújtás után egy picit megemelgetem a tésztát, ne legyen sehol sem leragadva, mert különben előfordulhat, hogy a fölvágásnál összeugrik. Picit megigazgatom. Utána jön a fölvágás. 9 darabot fogok ebből készíteni, tehát nagyjából harmadokra próbálom osztani a tésztát, és úgy elvágni. Nagyjából meg kell próbálni arra törekedni, hogy négyzetes alakokat kapjunk. Most, hogyha ez megvan, akkor nagyon vékonyan vízzel meg fogom őket kenni. Nem szabad túl sok vizet használni, de a sarkokra mindenképpen szükséges, hogy egy nagyon kevés víz kerüljön. Ezáltal majd az elzárásnál a tapadás fogja biztosítani. Ha ez megvan, akkor készítettem egy túrótöltőket, aminek a receptjét ki fogom nektek írni a képernyő aljára, illetve a videó végén is. Ezzel a túrótöltőkkel meg fogom őket középen tölteni. A mazsolát igazából be lehet már keverni alapba a töltelékbe, ízlés szerint. Én utólag fogom hozzáadni. Ennek az az oka, hogyha valaki van olyan a családban, aki nem szereti a mazsolát, van aki pedig szereti, akkor így mindenkinek tudunk a kedvére készíteni. Oké? Hogyha ez megvan, akkor meg fogom mutatni nektek a batyukészítési módokat. Az egyik, az én kedvencem, valószínű, hogy azért a kedvencem, mert még az iskolában úgy tanultam, tehát behagytam az egyik felét, ráhagytam a másik felét, a harmadik felét is hosszabban ráhagytam, a negyedik felét úgy, hogy picit húzom, igazából az aljára hajtom, és alul zárom el, tehát hogy fogom kialakítani ezt a túros táska alakot. Egy másik fajta módszer, amikor meghajtom az egyik felét, ráhajtom az egy másik felét, ugyanúgy a harmadik felét, a negyedik felét nem nyújtom és nem hajtom az aljára, hanem csak itt a tetejére rázárom, és így fogom kialakítani az alakját. A harmadik módszer, amikor az oldalakat középre összeemelgetem, összefogom, csípek rajta egyet, jól összecsípem, egy nagyon picit még esetleg csavarok is rajta, a végén pedig lenyomom. Ez a harmadik fajta módszer, hogy erre lehet őket készíteni. Tehát mindenki kiválaszthatja majd a videó végén, hogy melyik tetszik neki a legjobban. Tehát ezek alapján el fogom készíteni a többit is. Ha ezzel megvagyok, el is rakom őket sütőlemezre. Nagyon fontos, hogy a záródásoknál mindig jól nyomjátok le, hogy a sütés közben ne nyíljon föl. Ezután, hogyha elraktam őket a sütőlemezre, akkor le fogom őket kenni egy felvert tojással, ahogy általában az édes tésztánál szoktam.
És hogyha ezzel is megvolnék, akkor itt fogom őket kereszteni, a keresztés után pedig ismét találkozunk. A túros táskákat fél órán át keresztettem, nézzétek meg, most úgy néznek ki a keresztés után. Nem kell túl nagyra kereszteni, mert még a sütőbe fog egy nagy térfogat növekedés végbe menni. A másik lemezt azt már egy 5 perccel ezelőtt én betettem a hűtőszekrénybe, hogy amíg ez sül, addig az ne keljen tovább, ne keljen el, hanem egy picit meglassuljon a kelése. Azt tudni kell, hogy a hűtő nem állítja meg teljesen a keresztést, a kelést, hanem nagy mértékben lelassítja. Tehát ezeket közvetlen mielőtt még sütni fogom, és ugyanígy fogok a másik lemezni és sütés előtt eljárni. Átkenem még egyszer a tojással, hogy szép fényes legyen a felületük. És így mehetnek is az előmelegített sütőbe. A második lemezt, hogyha ez kisült, akkor egyből elő fogom venni, azt is átkenem, és ugyanúgy rakom a sütőbe, mint ahogy ez. A sütés után jelentkezem és elmondom, hogy pontosan hogyan is sültek. Kisültek a túrós táskák, kereken 20 percig sütöttem őket 180 fokon alsó-felső sütésen. Igazából a sütés idő lehet nálatok egy plusz-minusz pár perccel eltérő, de nagyjából ez a 20 perc mindenkinél passzolni fog. De hogyha be kéne határolni, akkor olyan 18 és 22 perc közé határolnám. Tehát nézzük is meg, hogy néznek ki. Az első fajta módszerrel készített túrós táskák így néznek ki. Ezek azok, amikor aláhajtottuk a slusszát és úgy zártuk el. Azt hiszem, hogy másodszorra csináltuk ezt a fajtát, aminek a tetejére zártuk a slusszát. És a harmadik pedig volt, aminek úgy csavartuk rá a közepén, és úgy nyomtuk le. Szerintem mind a három fajta nagyon szép. Nekem speciál legjobban ez a fajta tetszik, de így mindenki ki tudja választani igazából a technikát, ahogy el szeretné készíteni magának. Ezeket lehet porcukorral díszíteni, és majd úgy tálalni. Ez egy picit még jobban megszépíti őket. Közben mutatnám a második lemezt is, tehát az is ugyanígy kisült. Ezek is nagyon szépek lettek, ugyanúgy. Annyit még el szeretnék mondani a recepttel kapcsolatban, hogy van nekem a YouTube csatornámon egy videóm, ami az édesleveles tésztának az elkészítésével foglalkozik. Hogyha elkészítitek azt a tésztát és készre nyújtjátok, ugyanúgy kivágjátok bele és megcsináljátok, mint ahogy ezen a videón láttátok, akkor tudtok leveles tésztából is készíteni túrós batyukat. Tehát remélem, hogy tetszenek a túrós táskák, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha ez így van, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a további videókról is mindig idejébb értesüljetek, vagy kövessétek Facebook oldalamat, ahol mindig naplakész információval várlak titeket. A következő videóig, sziasztok!